Következő percekben Vágó Tamás rendőrszázadossal a rendszámtáblákról fogunk beszélgetni. Elég nagy téma, azt hiszem, üdvözlöm a stúdióban. Először talán tisztázzuk azt, hogy egyáltalán milyen típusú rendszámtáblák léteznek, milyen variációk vannak. Azt hiszem eléggé közismert, hogy a rendszámtábla típusoknál megkülönböztethetjük az A, a B és a C típusú rendszámtáblákat. Ezeket személyesen úgy tudom elmondani, hogy a hosszú rendszámtábla, az az A típus, ezek személyautóra kerülnek föl. A B típus az, amiket a motorkerékpárokon láthatunk, tehát ez a kis négyzetalakú, és a nagyobb négyzetalakú pedig a teherautókon fordul inkább elő. Ami újdonság az idén, a D-típusú rendszámtábla, ez elég ritka, ez a matrica rendszám, amit csak különleges esetben engedélyez a rendőrhatóság, és ennek a felszerelése eléggé kötött. És mi számít ilyen különleges esetnek? Például versenyautóknál, vagy olyan kialakítású gépjárműveknél, ahol elől a szabvány rendszámtábla nem helyezhető el, akkor a jármű szemléjét követően az elsőfokú rendőrhatóság engedélyezheti a D-típusú rendszám felszerelését, ezt a Plakett Kft. Gyártja le ugyanúgy, mint az összes többi rendszámtáblát, és ezt nyilvántartásba veszik, a forgalmi engedélybe beírjuk, és akkor előre a matrica rendszámot fel lehet ragasztani. Ez kisebb méretű, mint a szabvány rendszámtábla. Nem olyan régóta a hazánkban is terjed már egy újfajta rendszám, ami teljesen egyedileg választható, egy név, több szám, vagy esetleg egy csapatnak a neve, az imént említette, hogy talán egy FTC002-es, vagy ilyesmi. Erre milyen volt, vagy mennyibe kerül egyáltalán, ha én ilyet szeretnék a saját gépkocsimra? Az egyéni rendszám az korábban is létezett, ez végül is azonos felépítésű, mint a szabványrendszámtábla, tehát három betű, három szám, és amennyiben ez a közelkörcsöt nem sérti, ez a három betű kombináció, akkor engedélyezheti a hatóság. Ez nem a soron következő, hanem ő kiválasztja, hogy tehát, mint az említett példa volt az FTC, és ahhoz kap még egy számot. De ennél már van egy újabb fajta is, amikor már megengedjük azt is, hogy több betű is legyen benne. Tehát Robi 02-es például, aki a személy nevét akarja az autóján látni, ez viszont drágább, az egyénileg kiválasztott rendszámtábla 25 ezer forint körül van, ez már meghaladja az 50 ezeret ennek az engedélyezési díja. Mi a teendőnk akkor, hogyha első gépkocsi tulajdonosok vagyunk, és szeretnénk ellátni rendszámtáblával a gépkocsinkat, vagy esetleg elvesztettük, és amiért kell újat tetetnünk rá? Forgalomba helyezésnél a eljárás nagyon egyszerű, a közlekedés felügyeleten, amikor műszaki vizsgán átmegy a gépjármű, akkor rögtön megkapja megfelelő rendszámot, tehát ott a tulajdonosnak vagy az üzemben tartónak semmilyen teendője nincsen. A közlekedés felügyelet szakemberei a gépjármű típusából meg tudják állapítani, és meg is állapítják, hogy milyen típusú rendszámtábla szerelhető fel, így gond ebből nem adódhat. Elnézést, hogy milyen típusú, vagy az is meg van pontosan határozva, hogy hova kell elhelyezni ezeket a rendszámtáblákat? Ennek megvan a helye határozva végül is, hogy hova kerül a rendszámtábla. Az, hogy a számban melyik a soron következő jön, de azt, hogy a típusú, tehát hosszú-hosszú fölfér, ezt ott a műszaki szakemberek megállapítják. Ha hátulra nem fér el a hosszú rendszámtábla, akkor egyből a C-típusút rakják hátulra, tehát ott rögtön kiderül, és ott a mi kijelzett ügyfélszolgálatunknál rendelkezésre állnak azok a szabvány rendszámtáblák, amiket rögtön ki tudunk adni a gépjárművekhez. Ebből most már arra következtetek, hogy ha viszont elvesztítjük a rendszámtáblánkat, akkor már sokkal bonyolultabb a dolog. Hát nem bonyolultabb, az elvesztésnél kettőféle eljárás lehetséges. Ami a legegyszerűbb eljárás, kicsit költségesebb az ügyfélnek, az, hogy egyszerűen kicseréljük neki a rendszámtábláit, és teljesen új rendszámtáblát kap, a következőt megkapja. Itt akkor a új rendszámpár árát ki kell fizetnie, viszont azonnal kész az ügyintézés. Ez az előnye megvan, tehát rögtön fölrakja és rögtön mehet. Másik lehetőség a legyártatás, amikor egy rendszámtábla veszik el. Itt viszont meg kell várni, míg a Plakett Kft. Legyártja. Itt szoktak adódni a problémák, hogy néhányan legyártatják matricába a saját rendszámtábláikat, fölrakják, de ezt a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy házilag legyártott rendszámtábla utánzatot használjunk, tehát ez nincs megengedve. Úgyhogy én javasolnám
az átrendszámozást, aki elveszti, aki a legyártást választja, az kap egy igazolást a bejelentésről, hogy bejelentette, kiadjuk az engedélyt a legyártásra, és akkor vagy a Plakett Kft-nél személyesen Budapesten átveheti, vagy pedig postán megkapja a legyártott rendszámtáblát. Most ugye az is gyakran előfordul, főleg manapság, hogy az ember föl kell reggel, lemegy az autójához, és egyetlen egy rendszámtáblát se talál rajta, mert ellopták, vagy lelopták róla. Ilyenkor mi a teendő? A teendő ugyanaz. A mi szempontunkban van eljárási különbség, mert tehát, hogyan tudom én, ez itt már elrendeljük a körözését a rendszámtáblának, a kettő együtt tűnik el. De az ügyfél szempontjából ugyanaz az eljárás, mert fog kapni egy új rendszámpárt. Uh-huh. Csak mi itt a körözését elrendeljük, hiszen ez visszaélésre ad lehetőséget, hogyha egy pár rendszámtábla együtt eltűnik. Milyen fontos dolgokra hívnám még fel, mindazokon kívül, amiről már beszélgettünk, a figyelmet, mire kell ügyelni a rendszámmal kapcsolatban? Hát gyakorlatilag azokat ismételném meg, ami azért elhangzott, de nyomatékosan hangsúlyoznám, hogy ne próbálkozzunk a házi legyártású, főleg ezek az öntapadós matrica utánzatokkal ne próbálkozzunk, mert a gépjárművet emiatt ki lehet tiltani a forgalomból határozott időtartamra. A másik az, hogy a rendszám bejelentési kötelezettség az 15 napon belül terheli az üzemben tartott, illetve a tulajdonost, de hát ha közlekedni akarunk, akkor célszerű minél előbb ezt lerendezni. És időnként nem állta meg, és tisztogatjuk a rendszámtáblánkat. Igen, ez itt már a KRESZ szabályai jönnek be, hogy hát a rendszámtábla azért van, hogy azonosítani lehessen a járműveket, és akkor olvasható kell, hogy mondjam a rendszámtábla. Egyetlen egy dolgot még javasolnék, nem tiltja a jogszabály, hogy mi csavarral rögzítsük a rendszámtáblát. Nagyon gyakori az utóbbi időben a rendszámtábla elvesztés, amióta bejöttek ezek a műanyag keretek. Egy a lényeg, hogy a felismerhetőséget ne rontsuk vele, tehát olyan helyre rakjuk a csavart, és akkor a feje legyen, hogy azért ne látszódjon más betűnek, de nyugodtan egy átmenő csavarral föl lehet rögzíteni a rendszámtáblát, és akkor nem ér minket meglepetés. Századosok, köszönöm szépen a beszélgetést és a hasznos tanácsokat is. Én is köszönöm.